és társd a szád, jöjj és lásd csodát, mintha álmodnál, ott ül ágyodnál, mese könyvek népe, torka társaság. Fönt, hol minden kék, s a földdel összeír az ég, a titkok kapuják, gyere lépd most bátran át, mintha álmodnál, ott ül ágyodnál, mese könyvek népe, torka társaság. Mintha álmodnál, Grimm legszebb meséi. Palackba zárt szellem. Engedjenek ki! Kérem! Engedjenek ki! Kérem, engedjenek ki! Kérem! Mi? Nem mehetsz többet iskolába? Nem fizettem ki a tandíjat, ugye? Igen. Úgyhogy holnaptól segíteni fogok neked az erdőben, apám. Lehetetlen. Egy favágó munkája túl nehéz egy ilyen sovány gyereknek, mint te. Aztán meg csak egy baltám van, és nincs pénzünk másikra. Az nem baj. Kölcsönkérhetek egyet a szomszédtól. Úgy sem ülhetek itthon azt nézve, hogy dolgozol helyettem. Úgy hamarabb visszamehetek az iskolába, hogyha mind a ketten dolgozunk. Jól van. Köszönöm, fiam, ez rendes tőled. Készülj fel, hogy a favágás sokkal nehezebb, mint amilyennek elképzelted. De ha menni fog, akkor hamarabb visszamehetek az iskolába. És amint befejeztem, elmegyek, keresek egy jól fizető állást, hogy az élet mindkettőnk számára könnyebb legyen. Tényleg? Hát ezt igazán türelmetlenül várom. Könnyebb életünk lesz, majd meglátod. Milyen erős vagy, ez csodálatos. Ez nem is volt olyan nagy dolog. Sajnos már megöregettem. Amikor fiatalabb voltam, 2-3 fát is kivágtam egymás után. Ha keményen dolgozol, akkor sem keresel vele túl sokat, igaz? Pihenjünk le, apám. Jó ötlet. Pihenjünk és ebédeljünk meg. Tessék, ez itt a tiéd. Köszönöm. Tessék, edd meg ezt is. Ó, mi a bajod, fiam? Nem érzed jól magad? Elgyengülsz, ha nem eszel eleget? Pihenj csak nyugodtan. Elmegyek, sétálok egy kicsit az erdőben. Nem, ülj csak le és pihenj. Te mondtad, hogy tartsunk egy kis szünetet és pihenjünk, nem igaz? A délutáni munka még nehezebb lesz. Engem ne félj, és te se dolgozz túl sokat, apán. Nem egy fészek van ott fönn. Engedjenek ki! Biztosan csak képzelődtem. Tévedsz, nem képzelődtél! Ki az? Engedj ki, kérlek, itt vagyok a töltfa gyökerében. Csapdába estem, csies mencs innen! Engedj ki, kérlek, engedj ki, engedj ki! Mindjárt kiengedlek, te szegény lélek, gyere! Beszélhetetlen! Köszönöm, fiacskám, köszönöm, hogy kiengedtél az üvegből, ezért azt hiszem, jutalom jár neked. Jutalom? Nekem? Meg fogsz engem jutalmazni? Igen, ebben biztos lesz. Azért, amiért kiengedtél, egy darabban fogom. De miről beszélsz?
Ne légy túl szégyenlős! Az első pillanatban tudtam, hogy felfalom azt a bolondot, aki kienged! Segítség! Jaj, menj egy csemege leszel! Meg kellett volna mondanod, amikor megtaláltalak, az biztos, hogy még most is a palackban podnyadnál! Sajnos ezt nem tehetem, már régóta éhezem! Ja. Ne, még ne! Mit mi lesz? Várj, még egy kicsit, nem bánom, ha megeszel. Te tényleg ugyanaz a fickó vagy, aki ebben a nevetséges kis palacban? Mi? Hát persze, a saját szemeiddel láthattad, vagy nem? Igen, de mégis olyan hihetetlen. Ha tényleg te vagy az a szellem, aki kijött abból a pici palackból, akkor bizonyíts be azzal, hogy visszamész oda, jó? Na, hadd lássam. Mi? Ha vissza tudsz menni, akkor hiszek neked. Ha vissza tudsz menni, utána megsüthetsz, megfőzhetsz, nyársra húzhatsz, vagy azt csinálhatsz velem, amit akarsz. Nagyon gyanakból vagy, fiacskám. Na jól van, akkor ezt nézd meg. Ez a palack, ugye? Igen, ez az. Most már hiszel nekem? Hey, mit csinálsz? Mit csinálsz? Igen, most már hiszek. Ó, becsaptál te kis sibész, engedj ki! Azt már nem. Te is becsaptál engem, most rajtam volt a sor. Azonnal felfalnám, ha olyan bolond lennék, hogy másodszor is kiengedlek. Engedj ki, kérlek, csak vicceltem. Nem foglak megenni. Könyörögve, kérlek, engedj ki, kérlek. Nem lehet, nem hiszem, hogy betartod az ígéretedet. Légy szíves, engedj ki, bármit neked adok, ha kiengedsz. Van valami csodálatos nálam, amit neked adok cserébe. Kérlek, ha valósan megfurladok, engedj ki, engedj ki. Jól van, kössünk üzletet. Ha kiengedlek a palackból, meg kell ígérned, hogy soha többé nem bántod az embereket. Megértetted? Igen, értem, meg esküszöm. Jól van. Köszönöm. Most tényleg megjutalmazlak. Nézd meg ezt és figyelj jól. Ez egy varázskendő, amivel ha megdörzsölsz vasat, acélt vagy bármilyen fémet, az egy pillanat alatt ezüsté változik. Ha? Azt mondod, bármilyen fémet megdörzsölök, az ezüsté válik. Igen, most már nagyon gazdag vagy. Remélem, örülsz, nekem mennem kell. Elég sokáig csücsültem abban a nyavajás palackban. Viszlát! Kíváncsi vagyok, igaz-e? Bármit, amit megdörzsölök, ezüsté válik. Hurrá! Hurrá! Mondd csak, merre jártál? Aggódtam, már azt hittem, eltévedtél az erdőt. Sajnálom, apám. Képzeld, milyen csodálatos dolog történt. Találtam egy óriási fát, és a fa alatt... jól van, majd mesélsz máskor. Most pedig kezdj el dolgozni. Apám... A szokásosnál több fát vágunk ki, ma félre tudunk tenni egy kis pénzt, és nem kell aggódnunk az iskola miatt. De apám... Apám, kérlek, hallgass meg. Amikor az erdőben sétáltam, egy hatalmas fa alatt találtam egy... Ha fáradt vagy, pihenj csak le. Majd én dolgozom helyetted. De apám, én gazdag vagyok. Valami csodálatosat kaptam ajándékba. Ez egy varázskendő, amivel ha megdörzsölsz vasat, acélt vagy bármilyen fémet, az egy pillanat alatt ezüsté változik. Egy pillanat alatt ezüsté válik. Helyes. Mi ez? Hát mégiscsak becsapott. Úgy látszik, ez a balta csak nehezebb lett. Jaj! Látod, én megmondtam előre. Ha nem pihensz eleget a munka, délután sokkal nehezebben megy. Nem vagyok igazán fáradt. Csak ez a balta nehéz. Hát ezzel mi lett? Az élet teljesen kicsorbult. Vehetek egy újat, ezt nem adhatom így vissza a szomszédoknak. Rövid idő alatt nagy kárt okoztál, fiam. Sajnálom. Ez hihetetlen, a szellem nem hazudott.
Nem kell aggódnod a balta miatt, majd én visszafizetem az árát. Ne hozd ki a sodromból, fiam! Hogy tudnád visszafizetni, amikor még azt sem tudod, hogyan kell kivágni egy fát? Felejtsd el az egészet, ülj le és maradj csöndben. Én majd dolgozom. Apám, hagyd abba és menjünk haza. Micsoda sületlen ötlet! Te pihenj csak nyugodtan! Rengeteg munka vár még rám, de te haza mehetsz, ha akarsz. Remélem, megtalálod az utat egyedül is. Most vagyok először az erdőben, és nem tudom a hazafelé vezető utat. Képzeld, de mi történne, ha eltévednék, különben is pihenned kellene. Na jól van, azt hiszem igazad van, menjünk haza. Szia, apa, hamarosan visszajövök. Elmegyek, eladom ezt a baltát. Remélem, sikerrel jársz, de ne számíts sokra. Majd még keményebben fog dolgozni, hogy visszafizethessük a szomszédomnak. Ne aggódj egy csöppet sem. Nem sokára jövök. Ez egy ékszerüzlet. Legalább akkor a boldogság egy ilyen görbe fejszét idehozni, mint kivinni az erdőbe és fát vágni vele. Szóval nem akarja megvenni, ugye? Kitartó egy körök vagy biztos. Akárhova viszed ezt a vacsakot, senki se olyan bolond, hogy pénzt adjon érte. Még akkor sem, ha így néz. Hisz ez ezüst. Micsoda meglepetés. Hát látom, magának nem kell. Várj, majd eladom valaki másnak. Várj egy kicsit, uram. Miért kell úgy sietned? Ha ezüst, akkor már az elején szólnod kellett volna. 8 kilót nyom. 15 aranyat. Apám! Honnan szerezted ezt a sok pénzt? Elég jó árat sikerült kapnom azért a baltáért. Itt az apró pénz, ezen vedél a szomszédnak új baltát. Ez fantasztikus. Nem hiszem el, hogy ennyit kaptál azért a rozsdás baltáért, hisz ez remek. Azonnal visszamehetsz az iskolába. Nem kell ezt elkapkodni. Miért? Nem akarsz visszamenni az iskolába? De, csak azt mondtam, nem kell elkapkodni. Még ennél is több pénzt tudok szerezni, ha kell. Minek az a mocskos rony? Ad csak ide a baltádat egy kicsit. Mit akarsz csinálni vele? Mi a csuda történik? Ezt nézd meg! Ó, mit művelsz? Mit gondolsz, most mit csináltál? Tönkretetted a kedvenc baltámat. Ó. Apám, nézd csak meg a balta élét. Ezüsté változott. Mi a csuda? Oda nézz! Látod, ezért nem kell rohannom az iskolába. Amíg megvan ez a kendő, annyi pénzünk lesz, amennyit csak akarunk. Még iskolába se kell mennem, ha nem akarok. Teljes kényelemben élhetünk mindörökké. Annyit ehetünk és ihatunk, amennyi belénk fér. Elment a józan eszed? Miért ütöttél meg? Ezt igazán nem érdemeltem meg. Nehogy azt merd mondani, hogy azért tanultál, mert gazdag akarsz lenni. Nem, persze, hogy nem azért tanultam. Látod, csak meg kell zsuzsolnod valamilyen témet, és ez ezüsté válik. Nagyon gazdagok lettünk, nem is vagy boldog? Változtasd ezt vissza acéllá! Ezüst fejszével nem dolgozhatok! Apám, soha többé nem kell fát vágnod! Tényleg? Jól van, csak egy aranyat adj kölcsön az apádnak, a többire nincs szüksége. Most meg hova mész, apám? Veszek magamnak egy rendes fejszét, mert anélkül nem tudok dolgozni. Nem értem, miért lett ilyen dühös. Rajta! Összeszedek egy rakás ezüstöt, és az egészet eladom! Köszönöm, hogy eljött, uram! Jól van, hamarosan újra jövök! Köszönöm! Megtarthatják a visszajárót! Köszönjük, hogy itt vásárolt! Oda a személyzetnek! Ez csodálatos! Miért vettél egy ilyen öreg baltát, mint ez? Ha elvettél volna még egy aranyat, egy vadonatúj baltát vehettél volna. Nem sokat számít, hogy új vagy régi, a lényeg az, hogy vágj. Mostantól kezdve bármit megvehetünk, amit csak akarunk.
Nézd csak meg az új ruháidat, nézd meg őket. Vettem neked is új cipőket. Igen. 2 aranyat fizettem értük. Most pedig dobd el azokat a piszkos ruhákat, és próbáld fel az újakat. Hord csak te őket, nekem ezek is megfelelnek. Miért nem tetszik, amit csinálok? Én nem lehetek gazdag. Tényleg azt akarom, hogy könnyebb legyen az életed. Miért nem örülünk együtt a szerencsénknek? Miért nem? Nem mondom, hogy rossz dolog, ha gazdag az ember, de most már dobd el azt a mocskos rongyot, és menj vissza az iskolába. Nem, amíg megvan ez a varázslatos kendő, gazdagságban élhetek. Ez nem tarthat örökké. Micsoda butaság! Add ide nekem! Nem! Várj! Hurrá! Baj, segítek? Sajnálom. Köszönöm, nagyon kedves. Nagyon rosszul estem. Sosem történt még velem ilyen. Elég csúnya ötök, jó ember. Pénz kell csak és semmi más, és itt van már a mennyország. Apám! Apám, mi bajod van? Igen, fiam. Ne mondj ilyet! Azonnal hívok egy orvost. Rengeteg pénzem van. Elhívom a város legjobb orvosát. Nem kell már ide, orvos. Már túl késő. Még nem. Mondd meg, mit tegyek. Mondd meg, mit tegyek, hogy minden jóra forduljon. Teljesíted az utolsó kérésem. Mindent megteszek, amit csak kérsz. Mondd csak. Dobd el azt a rongyot. Utána pedig menj vissza az iskolába, a saját képességeiddel szerez pénzt. Megértettél? Apám! Apám! Én vagyok a hibás. Egyedül csak én. És ez az álnok kendő. Nem! Apám, bocsáss meg! Átkozott rajta. Ez az oka mindennek! Azt hiszem, mindent ezüsté változtatok. Nem, a varázskendőm! Oda a varázskendőm! A varázskendőm! Ha, 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 ha
időre van szükséged, és minden rendbe fog jönni. Ahogy az előtt volt, a varázskendőm, a varázskendőm, a varázskendőm. Itt van végre! Megtaláltam! Tudtam, hogy itt megtalálom! Engedjenek ki! Engedjenek ki innen! Készülj fel, hogy a favágás sokkal nehezebb, mint amilyennek elképzeled. De ha menni fog, így hamarabb visszamehetek az iskolába, és amint befejezem, elmegyek, keresek egy jól fizető állást, hogy az élet mindkettőnk számára könnyebb legyen. Tényleg? Hát ezt igazán türelmetlenül várom. Magyar hangok. Fekete Zoltán, Kránisz Lajos, Varga D. József. Magyar szöveg, Zehetmájer László. A magyar változat munkatársai, Brezina Kinga, Kis István, Ozorai Katalin. A szinkront a Tower Video megbízásából a Masterfilm Kft. Műtermeiben az Optimon Európa készítette. Az ég, a titkok kapuján, gyere lép most bár.